Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az ő következő lépése. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, az ő következő lépése. Itt ez a kép jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Itt az érmékről van szó, azok jelenthetik az anyagiakat vagy a munkahelyet, de jelképezik az értékeket is. Mint például, hogy te értékes vagy számára. Itt lesz nyeremény. Ez a kép nagyon szép. Viszont megjelenik a 9-es szám, és az olyan, mint egy kerítés. Jelenti a korlátozásokat. Nem lehet tudni, hogyan tovább. És így kialakulnak félelmek vagy bizonytalanságok. Valami korlátozza őt, vagy valaki korlátozza őt, vagy az is lehet, hogy téged szimbolizál ez a kép, és ő úgy gondolja, hogy nálad vannak ezek a korlátozások. Ez a kép itt alul jelenti azt, hogy ki vagy mi, és hogyan befolyásolja őt. Itt lehet egy új kezdet. Valaki beszél vele, itt megvan a kapcsolat, megvan az is nála, hogy szeretné ezt az új kezdetet, hiszen ő úgy gondolja, ez egy jó ajánlat, itt megvan a könnyűség, de ez a könnyűség, ez lehet könnyelműség is, hiszen nem lehet tudni, hogy mi következik. Megmarad a talaj a lába alatt, vagy elveszíti a talajt a lába alól, és lezuhan a mélybe, amikor minden úgy összeomlik. Valaki befolyásolja őt, ez lehet egy jó tanács, de lehet egy rossz tanács is. És mit fog tenni az ő következő lépése irányodba? Itt ő megjelenik, mint egy király, el akarja foglalni a helyét, megvan a magabiztos fellépése. Itt érzelmekről van szó, tehát magabiztos, és kimutatja az érzelmeit. És hogy viszonyulj hozzá? Itt is a kelyhek láthatóak, ami itt is megjelenik ennél a királynál, tehát érzelmekről van szó. De vannak negatív érzelmek, félelmek és bizonytalanságok, és vannak pozitív érzelmek, a hit, a bizalom, a szeretet. Ezen a képen látható a könnyek mezeje, tehát negatív érzelmekről van szó. Csalódott voltál a múltban, és ezeket a kapcsolatokat, helyzeteket, érzelmeket le kellene zárni. Fordulj el tőle. Hagyd a hátad mögött a könnyek mezejét. És itt látható, hogy lesz egy új kezdet. Kezedbe veszed a dolgokat, ő ott van a közeledben, valami lelkesíteni fog téged, mégpedig az, hogy ő most kimutatja az érzelmeit. És ez volt a jóslás, az ő következő lépése. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!